A víz az élet forrása, otthon csak ki kell nyitnotok a csapot, és már folyik is. A tiszta víz nekem azért fontos, hogy egészségesek legyünk, és azért is, hogy például ne száradjunk ki. Vannak viszont olyan helyek a világon, ahol messzire kell menni otthonról, hogy egyáltalán vízhez jussanak a családok. Afrikában például, ha ezt elmennek valahova, és akkor mi tudom, hogy sokat kell gyalogolni azért, hogy vízhez jussanak, akkor ezt elviszik magukkal, és akkor ott teletöltik. Sokszor ráadásul a gyerekeket küldik a vízért. Átlagosan 6 kilométert kell sétálni nehéz kannákkal, hogy vizet vigyenek a családnak. Van úgy, hogy naponta többször is megteszik az utat, így iskolába sem tudnak járni. Egy gyereknek 4-5 liter vízre van szüksége egy nap. Ennyi fér bele egy ilyen kannába. Ezt úgy képzeljétek el, hogy ez egy gyereknek a teljes napi vízkészlete. Tehát ebben benne van az, amit megiszik, amiben mosakszik és amiben főznek rá. Ami ebbe belefér, annyi egy gyereknek. A teljes napi vízkészlete. A segítő szervezetek víztisztító tablettákat küldenek azokra a helyekre, ahol fertőzött a víz. Ilyenekkel fertőtlenítik és varázsolják ihatóvá. Azon elgondolkoztam, hogy szegénykék, akiknek ilyen rossz, mocskos vizet kell inniük, és ezért is jó az a tabletta, amit itt is szoktatok hozni az UNICEF-fel. Még így ezekkel az intézkedésekkel is sok gyerek betegszik meg a koszos víz miatt. Az UNICEF azért dolgozik, hogy minden veszélyben lévő gyerek éljen bárhol is a világban, kapjon élelmet, vizet, gyógyszert és védelmet.